Műhely konferenciát szerveztek szombaton az új természettudományi laborról az Erkel Ferenc gimnáziumban. A rendezvényre elsősorban projektmenedzsereket, pedagógusokat és laborvezetőket vártak. Szűcs Levente igazgató elmondta, ez az alkalom azért is hasznos, mert tanulhatnak egymástól a hasonló projektben résztvevő szakemberek. Elkezdtünk ahhoz a fázishoz, hogy lassan a befejezésen közelik a projektnek az a része, ami erre a tanévre vonatkozik. Az első disszeminációs műhelykonferenciákat tartja, aminek az a lényege, hogy más szintén nyertes projektek segítségével összeegyeztetjük tapasztalatainkat, megosztjuk mindazokat a pozitív és negatív dolgokat, amelyeket akközben tapasztaltuk, hogy bonyítjuk ezt a pályázatot, és bízunk abban, hogy tudunk egymástól tanulni. Ez azt jelenti, hogy a fenntartási időszakon, ami 5 év van előttünk, igyekezünk minél jobban kihasználni labornak az adottságait. Az igazgató a jelenlévőkkel megosztotta a pályázat több tanulságát. Az egyik ezek közül az volt, hogy a pályázat kiírása nem volt teljesen ideális, hiszen csak október közepén kezdhették meg a foglalkozásokat. A vidéki 7.-8. osztályos tanulók számára 480 kötelező tanóra volt előírva, de a tanév végére behozták a lemaradást. Kiemelte, voltak olyanok, akik az előírt óraszám felett többször is eljöttek, annyira tetszett nekik a laborban folyó munka. Akik először láttak ilyet életükben, azokat könnyű megfogni, tehát amikor a gyerek saját kezével kísérletezik, amiről eddig max tankönyvből hallott, azért egy más élményt jelent a diákok számára. Persze biztosan vannak olyanok is, akik egy picit elrettennek, mert látják azt, hogy azért sok mindent tanulni is kell azért, de önmagában az, hogy mennyire érdekes dolog ez, azért közelebb hozzuk a fizikát, kémiát, biológiát a diákokhoz, ez egy másik élmény. A konferencia laborlátogatással és szekcióülésekkel zárult.